Hello, hello, sziasztok! Remélem, jól vagytok. Ma elviszlek titeket egy francia leckével a Musée Océanographique de Monaco-ba. Szóval a monakói oceanografikus múzeumba, ezt úgy mondják magyarul? Nem vagyok benne biztos, de mindegy, így mondják franciául. Musée Océanographique de Monaco. Le musée, musée, az a múzeum. L'océan, az az océán, océan, océan. La mer, az a tenger. La mer, a tenger. Le poisson, azt már tudjátok, az a hal. Le poisson, le poisson. La méduse, az a médusa. La méduse. Le concombre de mer, az a tengeri uborka. Le concombre de mer. A tengeri uborka. Le concombre de mer. La tortue, az a teknős. La tortue. La tortue. Le crabe, az a rák. Le crabe. Le crabe. A baba, az a bébé. Le bébé. A cápa, az a requin. Requin. És azt akarjuk mondani, hogy a baba cápa, az a le bébé requin. Le bébé requin. Le bébé requin. Les œufs, az a tojás. Les œufs. A tojások. És egy tojás, az a un œuf. Un œuf. Les œufs. Egy tojás, a tojások. Máshogy mondják ki, de ugyanúgy írják, csak egy S-sel a végén. Tudjátok, hogy mindent leírok a videó alá, úgyhogy majd nézzétek meg, hogy hogy kell írni, ha nagyon érdekel titeket, jó? Ó, oh, que c'est beau! Ó, oh, milyen szép! Ó, oh, que c'est beau! Ó, oh, milyen szép! Beau, az a szép. Beau. Toucher, az hozzányúlni, tapogatni. Toucher. Toucher. És egy utolsó valamit akarok nektek ma tanítani, az a játszótér. La plaine de jeu, vagy l'air de jeu. Mind a kettőt lehet mondani. La plaine de jeu. Ez amikor tényleg nagy. És l'air de jeu. Ez amikor egy kicsit kisebb. Szóval la plaine de jeu, vagy l'air de jeu. A monakói Océan Múzeum felett, a tetején van egy air de jeu, mert az egy picit kisebb, mint ami található, amikor a földön vannak ilyen játszóterek. Szóval, ha mentek abba a múzeumba, majd meglátjátok a következő képeken, hogy milyen szép belül, és tényleg nagyon jó ott el lehet lenni egész nap, úgyhogy van egy olyan dolog, amit be lehet fizetni minden gyereknek, hogy hozzányúljanak az állatokhoz, amikhez hozzá lehet nyúlni tulajdonképpen, és akkor ott bemutatják őket, meg ilyenek, szóval azt is majd látjátok a videón. És minden nagyon szép, minden nagyon színes, és tényleg egy nagyon szép múzeum, úgyhogy ha jártok Monaco felé, még gyerek nélkül is, nagyon szép oda elmenni. Alors là, vous la voyez, la bouche, et surtout plus que ça, vous voyez son estomac. L'étoile de mer fait sortir son estomac par la bouche quand elle a besoin de manger, en fait. Donc là, vous voyez quelque chose de transparent ici au niveau. Láttad? Ott az az átlátszó, ami ott van, középen az a gyomra. A víz alatt, jó? Víz alatt fognak. Úgy, úgy. Aha. Látod? Úgy. Maradjon a víz alatt, jó? Tüskés, de nem szúr, ugye? Látod? Víz alatt, és meg is fordíthatod a másik kezedre. Fordítsd rá a másik kezedre, úgy. Aha, igen, látod? Így megfog. Maradjon a víz alatt, víz alatt, víz alatt. Úgy, úgy. Úgy.
uborka. Tudod, az a vízi uborka. Tetszik? Jó puha. Jó puha? Igen? Érdekes, mi? Adod a kislánynak. Vízbe, vízbe, vízbe. Úgy, úgy. Tök jó. Hát ott? Nem kell tőle félni. Várja, oda rakja a másikat, a másik jobb. Úgy, két kézzel, úgy, úgy. Csak el, megpróbál elmenni. Tudod, emlékszel, hogy olyan volt, amikor ott voltunk a tengerparton? Látod, mekkora? Nagyon nagy. Fogd meg. A víz alatt, víz alatt, jó? Mind a két kezeddel fogd. Úgy úgy. C'est une carapace, une coquille qu'il a trouvée. Nagyon ügyes vagy. Érdekes, mi? Ah non, c'est la chair qui est à l'intérieur n'est pas. Szép, mi? La carapace. Il peut s'en séparer. Adod a kislánynak, jó? Ez az ilyen érdekes volt, hogy így kis-kis ilyen. Ez a lába. Aha, az a lába. Hűha, ez ilyen puha. Ugye? Mert a közepébe nyúlunk akkor? A közepébe nem szabad nyúlni, mert akkor megégethet egy picit, tudod? Ja, hogy így... Na, azt tetszik? Tetszik. Nyúlj hozzá, úgy, ahogy mondtam. Úgy, hogy a fején kezded, hogy az... Szélén, és úgy, 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 nyújj hozzá. Oh, és úgy a farkáig. 1,20 m. És az a kis cápka. Szép, mi? Ilyen érdekes a farka. Igen? Az a cápának a tojása. Látod, ott vannak bele a kis baba cápák. Az a piros, ott belül, az a kis baba cápa. Látod? Az a baba cápa. Azok a nagy tojások, mert vannak a picik, és amikor megnőnek a tojások, már megnőnek benne a cápák, akkor ilyen nagyok lesznek. Csak már nem látni nagyon belül, ott egy picit látni belül, hogy mozog. Látod? Látod, hogy benne ott mozog? Ja. Ott mozog benne a baba cápja. Igen. De az még mindig baba. Aha, az még mindig baba. Szilöf. Cápa ment ott? Igen. Igazi? Milyen szép! Hozd meg a az is nagyon szép. Nézd meg ezek a kis rózsaszínak. Ott a cápa. Igen, ott a cápa. Hát, az nagyon nagy cápa. Ott vannak cápák. Milyen nagyon! Hú, és ez meg? Milyen érdekes! És milyen nagyok azok a cápák? És ez? Húha! Látom. Ó, nézd meg ott fönt, mi van? Ott van egy teknős. Milyen szépek a medúzák! De látod, milyen lopos? Aha, látom, menjünk tovább. Nézd meg, hol vannak a szemei, meg minden. Látod? Ott a szemei, az a kettő. Aha. Igen? Ó, aha, látom. Az is nagy. Ó, ezek milyen szépek. Cápik! Milyen szépek a bébi cápák? Ja, meg sok
akarnőmet. Aha. Ilyen a halész. Jó, látom. Húha. Ez milyen kicsi halom. Nézd meg. Milyen szép. Nézd meg, rád néz. Látod? Rád nézett. Medúza. Nem láttam. Milyen szépek? Mennyi van? Ja, meg szállam. Nagyon sok. Húha! Itt van. Aha. Milyen szép! Szullátok? Nem néz ki úgy, mint egy öreg ember? Nem. Inkább úgy, mint egy most született ember. Na? Remélem, hogy tetszett ez a lecke, és nem sokára találkozunk egy másik francia leckén. Sziasztok!